Sárja fekete keverékszuka, és ott lesz a Herosz 12. állati nyílt napján, 20. születésnapját ünnepli vasárnap a menhely. Mint a Herosz országos elnöke mondja, a hazánkban működő 6 Herosz menhely közül a székesfehérvári az egyik legjobban felszerelt. Bent lévő állatok ellátása objektív tárgyi feltételek vonatkozásában is kiemelkedőnek mondható, de nem csak a Herosz menhelyek között, hanem a többi állatvédő egyesület által működtetett menhelyek között is nagyon előkelő helyen van. A vasárnapi programok közt szerepel kutyasétáltatás, filmvetítésekkel egybekötött előadás az állatokról és kézműves foglalkozás, valamint vetélkedő is. De a nyílt nap idejére Fehérvárra érkezik a Baptista Szeretett Szolgálat több mentőkutyája is. A Baptista Szeretett Szolgálat kutyái tartanak egy bemutatót, ugye ők mentőkutyák, járják a világot, nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek, és erről fognak beszélni, meg hát megmutatni, hogy hogyan dolgoznak ezek a kutyák. A menhelyen egyébként jelenleg több mint 170 kutya és 70-80 macska tölti mindennapjait. A menhely lakói közt vannak még gólyák, varjak, tengeri malacok és vadászgörények is. Mind ilyenesnél Flug Györgyi önkormányzati képviselő mondja, a városnak egyfajta nyugalmat is jelent a 20 éve működő állatotthon, hiszen az itt élő állatok megfelelő körülmények között szakemberek felügyelete alatt várják az örökbefogadó gazdikat. Nekünk ez nyugalmat jelent, hogy van egy hely, ahova beviszik őket, akkor ott otthonra találnak. Az állatotthon 20. születésnapja évében is megszervezi majd idén hagyományos nyári táborát több turnusban. A tábor ideje alatt a gyerekek átfogó képet kaphatnak az állatvédelemről és a Herosz állatotthonban működő vadmadárkórház életéről is.